sok vitát vált ki a Margit híd felújítása. Most meg arról van szó, hogy a biciklisek ugye két pályájuk is van, két sáv, ahol kerékpározhatnak. Ott most már néha futók is feltűnnek, majd nézzék a következő filmet. Ott a hídon fog futkározni egy szimpatikus úr, de hát az autósok meg azt mondják, hogy nekik meg nincs elég hely. A fővárosi 4-es, illetve 6-os villamos vonala mindenkinek mást jelent. Ha a karbantartás miatt szünetel, megosztja az utasokat. Én gyakran használom, majdnem naponta, úgyhogy ez tényleg nagyon nagy probléma lenne nekem. Hát én nem élek itt Budapesten, viszont én egy nagyon jó villamos járatnak tartom a 4-es, 6-os, tehát én teljesen elégedett vagyok vele. Tennék egy javaslatot, hogy ezt a 4-es, 6-os villamot körforgalommá alakítsák át. És ez nagyon-nagyon ideális, nagyon soknak nagyon jó lenne. Az elmúlt egy évben csak a Margit hídon 4 helyen is meghibásodtak a sínek. Lehet látni a meghibásodásnak a másik oldalát, tehát ott a tősínen még lehet látni a törési felületet. Szakértők szerint ez előfordul, az viszont nagyobb probléma, hogy ezt az utasok vették észre. Szerencsére könnyen javítható, és már nyoma sincs a repedésnek. Hosszabb szakaszú dilatációs készüléket szoktak más hidaknál máshol használni, tehát valószínű, hogy ez a meghibásodásnak az egyik oka. A másik az, hogy tényleg, hát itt 2 percenként járnak a villamosok. Hát ha nem veszik észre, akkor mind a villamos hibásodik, tehát itt elsősorban komoly érték az a villamos. Mert a híd az egy olyan erős acélszerkezetből van, hogy ott nagy kárt nem tud csinálni. Hát balesetet nem okoz, ettől nem lesz kisiklás. A fővárosi Margit híd igencsak népszerű. Gyalogosok, autósok és biciklisek is szívesen használják. Hát itt is ki van jelölve, már gondolkodtam, hogy itt megyek, vagy ott, de inkább bejövök, ott meg mennek az autók. A bicikliseknek megoszlik a véleményük, ugyanis a kerékpárnyomvonalak is megmaradtak, és a bicikliút is megépült. A híd mindkét oldalán lehet kerékpározni a forgalomban és a járdán is. De még így is előfordul, hogy a gyalogosoknak szánt részen gurulnak a bringások. A helynek a mérete adott. Ezen kell megosztoznunk. Sokkal fontosabbnak tartom azt, ami morális problémát is okoz nekem is, amikor egy kerékpár úton a terhes kismama a kisgyereket tolja. Nyilván az ember egy rossz szót nem szól neki, de ezek olyan dolgok, amelyeket a szabályozással és a kultúra építésével javítani kellene. Budapest egyik legforgalmasabb hídját naponta több százezren használják. A több mint 130 éves építményt már többször felújították. Egy éve látható a mai formájában. Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgató. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Na most akkor mi lesz ezzel a bicikli úttal? Ugye itt mondja egy közlekedési szakember, ez inkább szakember volt, mint utas, aki észrevette, hogy repett a sín, én aztán nézegethetném. Hogy ott most mind a két helyen mennek, és akkor nincs igazuk az autósoknak, hogy akkor elvettek egy sávot tőlük? Majdnem. Ugye a sínek állapotát és a kerékpározás kérdését érdemes egymástól külön kezelni. Egyrésztről a kivitelező konzorciumnak garanciális kötelezettsége minden hibát kijavítani, és ezt számon is kérjük rajta. Köszönjük mindenkinek, aki jelez bármilyen apró elváltozást, de a kollégáim is rendszeresen bejárják a hidat, rendszeres szemlék vannak, a pályaállapotokat is hetente vizsgálják, és minden olyan apró hibát, amit észreveszünk, azt jelezzük a kivitelezőnek, és az általában néhány hét alatt kijavításra is kerül. Vannak olyan pályahibák, amiket csak éjszakai üzemszünetben lehet elvégezni, a 4-es, 6-os villamos 2011 óta éjjel-nappal közlekedik, tehát ahhoz vágányzár és pótlóbusz kell, hogy ott egy hosszabb pályajavítást, akár csak néhány óráig tartó pályajavítást el lehessen végezni, de ezeket a hibákat észrevettük és ki is fogjuk javítatni. Valóban a híd pályaszerkezetének illesztésénél, mondjuk így a dilatációnál szakszóval élve, vannak kisebb hibák, amelyeket azonosítottunk. Amikor átvettük a hídat, akkor ezek még nem látszottak, azóta a napi üzemben jöttek ki. Ezeket ki fogjuk javítatni, és ezek nem kerülnek több közpénzbe, hiszen a kivitelezőnek kötelessége, és ezt ő is tudja, vállalja is, hogy ezeket a hibákat kijavítsa. A kerékpározás tekintetében ott más a helyzet. Ott azzal szembesültünk, ugye 2010 őszén, amikor az új városvezetés hivatalba lépett, a BKK létrejött, hogy kész tervek alapján épül már a Margit híd, a felújítás folyik.
és egy rendkívül elmérgesedett helyzet volt a főváros és a kivitelező között, amit meg kellett oldani, és lényegében egy majdnem leállt beruházást, ami húzódott hónapok óta, újra kellett indítani, és le kellett sikeresen zárni. A mi feladatunk erre korlátozódott. A tervek már régesre kész voltak. Mi is megpróbáltunk utána nézni, hogy mi volt a hátterében annak, hogy nem készült a déli járdán is megfelelő kerékpáros közlekedés. Azt találtuk, hogy a műemlékvédelmi szempontok miatt, hogy a belváros felől ne látszódjon másképp a Margit híd, emiatt nem engedtek ott járdaszélesítést. Most ez hogy volt, megtettek-e mindent, ezt nem tudom utólag visszafejteni, de a lényeg az az, hogy amiatt kellett az útpályán megengedni a kerékpározást, mert aki rendszeresen nem a Margit szigetre tartva, hanem Pestre, munkába, iskolába menve használja a Margit hidat, attól azt elvárni, hogy biciklivel átmenjen az a híd egyik felén az északi útpályára, északi járdára, majd a híd másik felén vissza, ez nem egy igazán működőképes megoldás. Tehát igazából azért engedtük meg az útpályán a kerékpározást Pest felé, hogy így tudjuk segíteni az Pestre, Budáról áthaladó kerékpárosokat. Összességében egyébként sávot nem vettünk el, tehát a híd közúti áteresztő képessége emiatt nem csökkent, más miatt csökkent, ez pedig a zebra, az a lámpás zebra, ami annak érdekében került oda a Margit-szigeti bejáróhoz, hogy akadálymentesen lehessen a Margit-szigetet megközelíteni, és a 4-es-6-os villamos, ami egy akadálymentes közlekedési eszköz, a kombinó villamos, arról a mozgásukban korlátozottak szintbe tudják megközelíteni a Margit-szigetet. Ez nem balesetesnélyesebb, mint amilyen volt korábban? Nem, nincsen több baleset a Margit-hidon, mint korábban. Egy kérdésem itt a végére, mert lejárt az idő, de ezt muszáj megkérdeznem, itt a kohéziós pénzekről beszélgettünk az előbb kormányzói úrral. Hát Budapest ebből a helyzetben kellemetlenebb helyzetben van ebben az ügyben, mert ugye magasabb a fejlettségi szintje, mint az uniós átlag. Igen, szerencsére ezeket a kohéziós pénzeket, amiket tömegközlekedésre kap az ország, azokat nem regionális szinten, hanem országos szinten nézik a fejlettséget, tehát Budapest ezekre továbbra is jogosult lehet. A főváros elkezdett előkészülni, fölkészülni a következő 7 éves uniós időszakra, úgyhogy mi nagy barátai vagyunk a kohéziónak, és nagyon bízunk benne, hogy sikerrel zárulnak ezek a tárgyalások, és lesz forrás, ugyanis ha nem tudunk uniós fejlesztési forrásokat a budapesti tömegközlekedésre 2020-ig felhasználni, akkor addigra, hogy a Csepeli hév 55 éves lesz, a 3-as metró pedig, 3-as metró kocsijai pedig 45 évesek, tehát nagyon fontos az, hogy uniós forrásokból le tudjuk cserélni a járműveket. Az ehhez szükséges uniós projekteket elkezdtük előkészíteni, ezen már dolgozunk, és 2014-re, amikor ez a 7 éves időszak indul, és reményeink szerint lesznek források, addigra kész projektjeink lesznek. Ebből szeretnénk például a 3-as metró öreg szovjet szerelvényeit lecserélni. Bitézi Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen.